Ingyenes programokkal várta az új esélyközpont Dombóváron az érdeklődőket. Az Ady Endre utcában található intézménybe kaptak betekintést azok, akik betértek hozzájuk. A nap folyamán a szeretett reggeli mellett ebéddel is készültek a szervezők, a számos programon túl. Ebben az évben második alkalommal rendeztük meg a nyílt napot városi szintű rendezvényként. Szeretnénk egy picit bemutatkozni Dombóváron, ugye egy éve leszünk lassan nyitva, és még mindig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudnak rólunk, úgyhogy ez pont jó alkalom arra, hogy megismerjenek bennünket. Ez egy hónapos szervezést igényelt mindenképp. Meg kellett keresni a mentősöket, a rendőröket, kellett önkénteseket szerezni, sikerült szereznünk szakácsot, aki készíti ebédre a babgulyást, illetve a nagycsaládosokkal együtt sikerült ezt a napot így összehozni. A rendőrség és a mentőszolgálat örömmel tett eleget az új esélyközpont megkeresésének. A két szervezet munkájával és eszközeikkel is ismerkedhettek a nyílt nap résztvevői, de ezen felül egyéb programokkal is várták az érdeklődőket. Gyerekeknek csillámtetkó, kézműves program ott bent készül, egészségfelmérés van az ESI, az egészségfejlesztési iroda jóvoltából, tökfaragás, kézműves program, szeretett reggeli, tehát lehet nálunk reggelizni, tea van, illetve ebédre készül a gulyásleves. Ma bárki előtt nyitva áll az intézmény, azért nyitott programként hirdettük, tehát kortól és nemtől függetlenül bárki bejöhet ma az intézményünkbe erre a programra. Az idei év márciusában nyitotta meg hivatalosan kapuit az új esélyközpont Dombóváron, ahol pszichiátriai és szenvedélybetegeket látnak el az év minden napján. Az intézmény reggel 8 órától délután 4 óráig áll a rászorulók rendelkezésére. Jelenleg 110 emberrel dolgozunk, tehát maximális létszámmal működik az intézmény, de én azt gondolom, hogy még mindig van olyan része a városnak, akik nem tudnak rólunk, és bár nyilván minden szervvel kapcsolatban állunk, de a lakossághoz még mindig nem jutottunk el teljesen. Pszichiátriai szenvedélybetegekkel foglalkozunk, ugye szenvedélybetegség alá nagyon sok minden tartozik, van, aki azért keres meg minket, mert például a dohányzásról szeretne leszokni. Nyitott intézményként működve igazából bármilyen problémával meg lehet minket keresni, attól, hogy valaki nem ellátott, attól még az igényeit fogjuk szolgálni, és nyilván amiben tudunk segítünk, illetve az ellátottaknak vannak különböző programok, egyéni beszélgetések, csoportfoglalkozások, nekik van külön kézműves program, illetve amiben tudunk segítünk, tehát munkakeresés, önéletrajzírás, tehát nagyon széles a skála. Teljesen térítésmentes, tehát a szolgáltatásaink teljesen ingyenesek. A délelőtt folyamán a központ udvarán az Életfa Nagycsaládos Egyesület tökfaragással készült a vállalkozó szellemű látogatóknak. Az arcot öltött tökök pedig a futóegerek halloweeni eseményét világították be. Dombóvár kis város, tehát azért nem nagyváros, de mégis kicsi, és úgy gondoljuk, hogy az embereknek látni kell az összetartást, főleg ebben az időben, és ki más tudna ezt jobban bizonyítani, mint a civilek. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy minden rendezvény, ahol gyermekek érintettek, és már pedig mindenben érintettek a gyermekek, részt veszünk. Az új esélyközpont létezésének híre mára többekhez eljutott már. A helyiek örömmel látogatják az intézményt nap mint nap. Mint mondják, rengeteg segítséget kapnak az itt dolgozóktól. Egymást szokjuk mindig tájékoztatni, és akkor nekem is szóltak, én is eljöttem, és nagyon aranyos hölgyek vannak itt, és jó kis csapat összejön, én nagyon szeretem így a társaságot, és akkor hát sok minden jó dolog, foglalkoznak velünk, vagy éppen bánatunk van, vagy valami, akkor elmondjuk, meghallgatnak bennünket, ebédet kapunk, az se rossz szempont, van olyan, hogy mosás is, és többféle ilyen van, ami az embernek már ebben a korban úgy jó esik. Nagyon sok fejlődés tart ennek a dombovári lakosságnak, és rengeteg lehetőség van arra, hogy fejlődjön a Dombóvár, úgy a gyerekek szempontjából, idősek szempontjából, adományt kapnak, étkezés, és ez egy szuper, nagyon jó megoldás a dombovári csoportnak, és köszönjük ezt a lehetőséget az összes intézmény dolgozóinak. A baptista tevékeny szeretett misszió üzemeltetése alatt álló Dombóvári új esélyközpont célja, hogy a nehézségekkel, függőségekkel vagy pszichés betegségekkel küzdő emberek hatékony szakmai és lelki segítséget kaphassanak.